Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni, és jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Bátorsága mellett jó szívű is volt, ezért katonatársai megszerették őt. Egy napon egy város felé lovagoltak, és az út szélén egyszer csak megláttak egy koldust. Hideg volt, de szegény kolduson alig volt valami ruha. Reszketett, fázott, amikor megszólította Mártont. Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege. Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával ketté vágta, és az egyik felét a didergő koldusra terítette. Szaváriában a mai Szombathelyen született Márton, a későbbi püspök, akit Tours püspökévé választottak volna hívei, ám ő a nagy megtiszteltetés elől a ludak óljába bújt. A szárnyasok gágogásukkal elárulták rejtekhelyét, így kapcsolódott össze a Liba és Márton püspök. Szent Márton napjához nem csak a Szent Mártont, mint szentet ünnepeljük, hanem a néphagyomány is fontos számunkra, hiszen az iskola a néphagyomány ápolásában is élen jár, és aki Szent Márton napkor libát nem eszik, az egész évben éhezik, és mi nem szeretnénk, hogyha a mi vendégeink éheznének, és ezért látjuk vendégül őket még. Az iskola tavaly rendezett első ízben fáklyás felvonulást Márton napra. Mivel nagyon sikeres volt, így nem is volt kérdés, hogy a rendezvényből hagyomány lesz, amelyen az iskolások, az óvodások és szüleik mellett bárki részt vehetett. Tavaly volt az első ilyen rendezvényünk hagyományteremtő céllal, és tavaly olyan sikeres volt, hogy úgy döntött a nevelőtestület, hogy az idén is megrendezzük. A mi győrfis gyermekeink vesznek részt, a Szent Erzsébet óvodások, azok a gyerekek, akik hozzánk készülnek majd iskolába, az iskolakóstoló foglalkozásait látogatják, illetve nyitottá tettük bárki a városból, aki érdeklődik, szeretettel várjuk a lámpás felvonulók sorába. Először egy kis köszöntő következik, ahol az alsós és felsős énekkar Szent Mártonról énekel, majd meghallgatjuk Szent Mártonnak a történetét két diákunk előadásában, aztán elindul a lámpás felvonulás, amelynek egy meghatározott útvonala van. A fő attrakció az a sétáló utcában, a Filagóriánál lesz, ahol még a gyerekek készültek, és ezeket a műsorokat mutatják meg. Szent Mártonnal, illetve libás mondókákat, dalokat énekelnek még. A hagyományos társadalmakban november közepe volt a mezőgazdasági munkák befejezésének ideje. Ezt már a rómaiak korában is nagy lakomákkal ünnepelték. Ilyenkor ittak először az újborból. Néhol fáklyás felvonulásokat is tartottak Márton püspök tiszteletére. Megint másutt cukrozott édességgel kínálták a gyerekeket. Mindezeket azért tették, mert a bűséges lakoma a jövő évi bűtermés egyik záloga volt. A Márton napi lakoma azért is terjedt el, mert ez vezette fel a karácsonyt megelőző 40 napos bőjti időszakot. Vagyis november 11-én még lehetett jókat enni, inni. Az ezt követő 6 hétben viszont mindenki tartózkodott a túlzott étel és italfogyasztástól.